Egyelőre a megyei tanács csíkszeredai székhelyén és annak területi irodáiban forgalmazzák az ősszel megjelent Székelység története című könyvet. A székelyudvarhelyi 1918. december 1. utca 9 szám alatti árusítópontban már csak mutatóban maradt egy példány. Az udvarhelyi területi iroda tegnap kapott 90 példányt a Székelység története című könyvből. A déli órákban 12 óra körül kaptuk meg, és délután 4-ig a 90 példányból már 60-at megvásároltak. A megmaradt 30 példány ma délelőtt folyamán 2 óra alatt elfogyott. Most akkor a nagy népszerűségnek örvend, tehát ezt mi se gondoltuk volna, hogy ilyen nagy népszerűségnek örvend, és most nem sokára kell érkezzen meg a második szállítmány, szintén 90 példányt fogunk kapni. A székelyföldi történészek által írt illusztrációkban gazdag kötetből egy személynek maximum 3 példányt adnak el, így próbálják minél szélesebb körben terjeszteni a könyvet, továbbá kivédeni azt, hogy viszonteladóként magasabb áron más is forgalmazza a kiadványt. A területi irodákban például Gyergyószentmiklóson és Székelykeresztúron is nagy az érdeklődés a Székelység történet iránt. A kiadványt önköltségi áron 23 leírt árulják. Eddig összesen 700 példányt szállítottak ki eladásra, és ahol jobban fogy, lesz még utánpótlás, tudta meg híradónk a megyei tanácsnál érdeklődve. Egyébként a napokban felhívást intézett a megyei önkormányzat a könyvesboltokhoz, könyvforgalmazókhoz, hogy jelentkezzenek, ha terjesztenék a kötetet önköltségi áron. A mai nap lezárult a határidő, vannak jelentkezők, tehát hamarosan a könyvesüzletben is kapható lesz a Székelység története. A székelyföldi történészek által összeállított munkát a két megyei önkormányzat első körben a Hargita, Kovásznai és Maros megyei 6 és 7. osztályos diákokhoz juttatta el segédeszközként a Székelység története választható tantárgyhoz, de szerkezetét, olvasmányosságát tekintve nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is segíthet ismereteik bővítésében.